A zsidó vallás egyik legfontosabb szövege, a Sma Israel, Halljad Izrael, magában foglalja az egyisten hit, a monoteizmus lényegét. Halljad Izrael, az örökkévaló Istenünk, az örökkévaló az egyetlen egy. Ezen kívül három lényeges parancsolatot foglal magában, a Tóra tanulás parancsát, ahogy írva van, beszélj róluk, amikor úton jársz, ha otthon vagy, ha lefekszel és ha fölkelsz. Magában foglalja a tfilin, az imaszí parancsát, és magában foglalja a mezuzá parancsát, micváját. Mi az a mezuza? A mezuza minden zsidó otthon ajtaján ott van, ez az, ami jelképesen vigyáz, őriz a zsidó otthonokra. A Biblia elmeséli, hogy amikor a zsidók kivonultak Egyiptomból, az örökkévaló az azt megelőző egy évben 10 csapással sújtotta az egyiptomiakat. Ezek a csapások szörnyűbbnél szörnyűbbek voltak, és mindezek betetőzése volt a 10. csapás, az elsőszülöttek halála. Az örökkévaló ezelőtt megparancsolta a zsidó népnek, hogy áldozzanak fel egy birkát, amelynek vérét az ajtó félfáikra kenik, és ez lesz az a jel, amely majd figyelmezteti a lesújtó kezet, hogy a zsidó otthonokra, ott, ahol megtalálható a birka vére, ne sújtson le. Erre a jelre emlékeztet bennünket a mezuza, amelynek a parancsa a Bibliában, a Smá Izraelben, a Hajad Izraelben található. Uchtaftamán mezuzot betecha o viserecha, és írjátok azokat házatok ajtófélfájra és kapuitokra. Az írjátok azokat nem azt jelenti, hogy magára az ajtófélfára írjuk, hanem egy kis pergament tekercsre írjuk föl a Smá Izrael szövegét. Ez a mezuzá. Ezt a mezuzát, egy kis pergament tekercset, amelyen a Smá Izrael két fejezete található, kézzel egy úgynevezett szofer, hivatásos tóramásoló írja fel. Miután megírta a szöveget, és alaposan átnéztük, hogy benne van minden részlet, összetekerjük a pergament tekercset, betesszük egy dobozba, ez a doboz sokféle lehet, és ezt a dobozt felrakjuk az ajtófélfáinkra. Egy zsidó otthonban minden ajtófélfára kerül, minden szoba ajtófélfájára kerül ilyen pergament tekercs, kivéve a mellékhelyiségek és a mosdók ajtajaira, ahova nem teszünk mezuzát. A mezuza mindig a jobb oldalra kerül, és a jobb oldal kiszámítására általában a bemenet vagy a célirányt tekintjük mérvadónak, illetve mérvadó lehet az ajtó nyitásának az iránya. Tehát jobb oldalra az ajtófélfára kerül a mezuza, és az ajtófélfa felső egyharmadába kell, hogy kerüljön, a felső egyharmad alsó részébe, és a dobozt úgy tesszük föl, hogy egy kicsit a teteje befelé mutasson. Így néz ki a pergamentekercs, és amikor elkészült, akkor úgy tekerjük össze, hogy amikor majd kinyitjuk, akkor a smánál, mint hogyha olvasnánk, úgy nyíljon ki. Úgy kell összetekerni, hogy kívül legyen a sadály. Ezen is ott van az isteni név. Úgy kell a dobozba tenni, hogy a sadály legyen kívül. Belekerül a dobozba, és föltesszük az ajtófélfára. Az ajtófélfa felső harmadának az aljába kell, hogy kerüljön. Itt már van egy mezuza, de csak a szemléltetés kedvéért. Fölkerülne a mezuza, miután valamennyire rögzítettük, hangzik el az áldás. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Sérki csánúbe mitvottáve civánú, likvó a mezuzá.